Sziasztok, kedves barátaim! Jó kis időjárás, elsik a hó, a tél végén végre nagyon jó, és mi folytatjuk a témánkot, a boldogság útját. Ma lesz kettő utolsó, Vigyána Mája és Ananda Mája, de előtte gyorsan ismételjünk egy kicsit arról, mit tanultunk idáig. Idáig szó volt az előző négy szintről, ugye ezek a tudatállapotok, tudatszintek, amelyeken megy át az ember fokozatosan fejlődni tud. És az első, amit beszéltünk, ez volt az Anna Mája. Anna Mája az azt jelenti, hogy Anna, étel. Ez az ember ételen függ teljesen, és az ő boldogsága durva fizikai élvezetek és az ennivaló. Ugyanakkor, mivel ő nagyon ragaszkodik az élvezethez, nem tud uralkodni se az elmén, nem tud uralkodni az érzékeken, ezért ő általában nem tud követni morális elveket, mindent megszeg. Következő szint, amiről beszéltünk, ez volt a pranamája szint, ahol az embernek a lényege az egészség, legyi, egészséges, egészségedre, mindenkinek jó egészséget kívánok, ezt mondja ez az ember, gyakorol sportot, jogát, táplálkozás már nagyon tudatos, mit kell enni, szóval ő már kezd követni valamilyen morális elveket ahhoz, hogy egészséges legyen, és tud lenni elégedett, hogyha nem támad senkit, és nem árt neki senki, akkor így tud jó életet élni. Következő szint, amire utána fejlődik az ember, még egyszer megmutatom kapcsolatokat, hogyan egyik szintről másikra emelkedik az ember. Anna Mája szinten az ember kezd beteg lenni, elromlognak a kapcsolatok, és akkor kezd kérdezni, miért ez történik, és akkor kezd egy kicsit nyitott lenni, kutatni, hallgatni, hogy igazából egészség, ez azt jelenti, hogy kell ismerni testnek a működését, és kell sportolni, és nem szabad enni, kell egy kicsit kontrollálni, és kell válogatni, mit eszel, akkor vannak kapcsolatok emberek között, másokat is meg kell hallgatni, és figyelmet kell adni másoknak, és akkor így felemelkedik pranamája szintre. Utána a pranamája szinten ember, mikor sok tapasztalatot szerez, főleg, hogyha elkezd finom dolgok, ilyen finom egészséggel foglalkozni, nem durva, hanem mint a pranayama, jóga és a többi, ugye ő hatha jóga szintre tud emelkedni, és azt fel fog ébreszteni benne kérdéseket. Honnan van ez az egész? Ki működteti a törvényeket? Ki van törvények mögött? Akkor én vagyok ez a test, vagy ez a prána, vagy valami más vagyok? Ki Isten? Jönnek ezek a kérdések, és akkor ő fel fog lépni a másik szintre, emelkedik a tudatja, a következő szintre, manomája szintre, ahol először ember össze-vissza minden elolvassa, spekulál, kitalál, és összetéveszti a lelket a szellemmel, a durva dolgokat, a finom dolgokkal, akkor a ezotériát, a lelki dolgokkal, spirituális, minden, ami ezoterikus, finom energiák, ez neki lelki lesz, azt fog mondani, ez a spirituális, és így tovább. Kitalál először elveket magának, amit fog követni, de ez mind tisztítja, hogyha őszinte, nagyon fontos őszinte lenni, akkor előbb-utóbb ő fog jutni hiteles tudáshoz, forrásokhoz, mint mondjuk itt van Srila Prabhupád képviseli egy ilyen hiteles tudásnak a forrását, és akkor ember elfogad, ekkor tisztázódik benne, mi a különbség a test és a lélek között. Van durva finom fizikai test, finom fizikai test, akkor ezeket már kezd érteni. Például van durva finom fizikai test, ami durva elemekből áll. Föld, víz, tűz, levegő, éter. Akkor finom fizikai test, elme, intelligencia és hamis ego. És akkor ezeket már kezd érteni, hogy aha, és ez még mindig nem lélek. Hogy lélek, ez én vagyok, ezt már kezd tisztán látni. Akkor ő már követi hitelesen a lelki gyakorlatokat, és mélyül és mélyül és mélyül, egyre mélyebben jönnek a megvalósítások. Először csak a tudás által érteni fog, mi a különbség a lélek és a anyag között, de egy idő múlva a gyakorlatok egy képesítést benne fognak megnyilvánítani, és ez a képesség az lesz, hogy
ő önmegvalósítottra válik, majd, mert vigyána szint azt jelenti, hogy megvalósítás, önmegvalósítás, és akkor ő képes lesz látni a lelkeket. Van Bhagavad Gita-ban egy ilyen vers. Vidya vinaya sampanebra manigavi hasteni shunni chayvashva pakicha pandita samadarsana. Ő fog látni a fába, az emberbe, a kutyába, a kutyaevőbe, az elefánt és a tehén, mindegyik testben van egy lélek. Mikor mi nézünk a fákat, mi csak valami fadarabokat látunk. Mikor mi nézünk állatokra, akkor valami nem értjük, mi az. De ő már látja lelkeket mindenhol. Ez a Vigyána Mája szint. És a Vigyána Mája szinten fő gyakorlat, ez az elveknek a követése, az Istennek a törvényei szigorúan követése, és akkor ezáltal ő tovább fejlődik, és egy idő múlva létrejön kapcsolat Istennel. És ebből a pillanatból elkezd szolgálni Istent, és ez már következő szint, Ananda Maya szint. Ananda szó azt jelenti, hogy boldogság. Ezen a szinten az embernek a fő értékrendje ez a bhakti, bhakti yoga. A bhakti yoga az azt jelenti szeretetteljes, odaadó szolgálat Isten irány. Szóval ő semmi más nem akarja az életébe, mint szolgálni a legfelsőbb Istenség személyiségét. És ez a legnagyobb boldogság, amit ő tud elérni. És ez a legmagasabb szint, ami létezik az emberek, a lelkek számára. A védikus írások magyaráznak Ananda Maya Vyasat, hogy Isten maga, ő Ananda, ő a boldogság, a boldogságból áll. És ezért a lélek, aki eléri ezt a szintet, ő elkezd szeretettel szolgálni Istent, és boldog lesz. Ez a legmagasabb szint. Akkor még egy zárólag. A Bibliában van híres mondás, hogy kenyerünket add meg nekünk ma. És vannak viták sokszor emberek között, hogy mire gondol Jézus, milyen kenyeret. És amilyen tudat állapotban, tudat szinten van az ember, ő úgy fog értelmezni. Például azok az emberek, akik az anamály szinten vannak, ők fognak mondani, hát igen, kenyér. Hát a kenyéren megy a test. Ezért az imában arról van szó, hogy normális rozs vagy búza kenyérről. Pranamája szintű emberek mondanak, nem, az ember számára kenyér az az egészség. Az egészség a lényeg, és ezért, hogyha van egészségünk, akkor van mindenünk. És akkor számukra kenyér, ez az egészség. Akkor manomája szint, ugye mana, ez azt jelenti elme spekuláció, ott működik gyána sakti, tudás energia, és ezért ők azt mondják, hogy a kenyér ez a tudás. Nekem ne adjál enni, csak adjál tudást, hogyha van tudásom, akkor mindent meg tudok oldani az életem, és akkor boldog lehetek. A vigyána mája szint azt mondja, kenyér ez a lelki önmegvalósítás, mert az az ember, aki ön megvalósított, az az ember mindig kiegyensúlyozott, mindig tudja, mi történik körülötte, érti, hogy kell fogadni a nehézségeket, mi az, amit kell változtatni, mi az, amit el kell fogadni, mi a különbség a lélek és a test között, és akkor az mondja, ez a kenyér, mert akkor ilyen ember sose fog eltévedni a karma cselekvésekbe. És Ananda Maya szinten ember azt mondja, igen, a kenyér számunkra azt mondja, ez a szeretet odaadó szolgálat Isten irányt. Ez a mi kenyerünk, mert lélek nem tud élni anélkül, hogy ne szolgáljon Istent, és ne tapasztaljon azt az édes szeretetet, ami jár ezzel az odaadó szolgálattal. Így befejeztünk a témánkat, a boldogság útját, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok meg a csengő hangot, és akkor mindig fogtok kapni értesítést a friss videókról. Köszönöm szépen, Hare Krishna!